fél év leforgása alatt 1903. január 1-én meg is épült, és el is indult itt a akkor még nem hőszolgáltatás, hanem az áramtermelés. Pénteken ismét megnyitotta kapuit az erőművek éjszakája keretében a Szép Hőzérté királysori épülete. Az 1900-as évek elején ezen a telephelyen indították el a villamosenergia termelést, amelyet a mai napig hőtermelési tevékenységgel egészítenek ki. Az évtizedek során a telephely funkciója fokozatosan átalakult. A villamosenergia termelésről a hangsúly a hőtermelésre helyeződött át. A helyszín így egy jelentős ipari örökséget képvisel, bemutatva a több mint egy évszázados energetikai múltat és az iparág fejlődésének egy fontos szakaszát. Ma már nem ez a fő hőtermelő telephelyük, a várost elsősorban egy másik telephelyről látják el hővel. Ugyanakkor a téli időszakban és tartaléküzemként ez a helyszín is szükség szerint működésbe lép, így a kazánok alkalmanként itt is bekapcsolnak. A látogatók különleges ipartörténeti túrán vettek részt, ahol többek között egy üzemen kívüli gőzturbinát és egy hatalmas 5000 négyzetméteres olajtartály belsejét is megtekinthették. Megmutattuk az erőművet, rendszeresen kiszoktuk nyitni, újra és újra várunk csoportokat, látogatókat. Azt hinni az ember, hogy egy idő után kifogynak az érdeklődők, de nem. A tapasztalat az, hogy akár órákon belül képesek betelni a helyek, és ezt így most is ezt tapasztaltuk, és szeretnénk nekik megmutatni ezt a történelmi helyet, és ezt mutattuk meg itt a mai nap folyamán. A Szép Hő pénteki eseményére az érdeklődők előzetesen tudtak regisztrálni, hamar be is teltek a helyek. Páli Meliton feleségével és kisfiával érkezett az erőmű túrára. A családommal érkeztem erre a rendezvényre. Az interneten találtam ezt a lehetőséget, és ugye engem nagyon érdekelnek a műszaki dolgok. Érdekel ugye Székesfehérvár, ugye ez a komplexum látja Székesfehérvárt energiával, elektromossággal, és szeretném megnézni, hogy honnét is jön az energia. A programot a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal közösen. Orbán Péter, a MATÁSZ főtitkára elmondta, az 5 évvel ezelőtt elindított programmal szerették volna minél többekkel megértetni a távhőszolgáltatók működését. Alapvetően magát a távhőszolgáltatás napját azért indítottuk, mert azt gondoltuk, hogy megpróbálnak megismertetni az embereket azzal, hogy egyszerűen fogalmazva, hogyan kerül a meleg víz a radiátorba, hogyan lesz meleg az otthonunk, hogyan jut el a fűtőművekből, fűtőerőművekből, távhővezetékhálózaton keresztül a meleg víz az otthonokba. És hogy ennek a misztikumát bemutassuk. Idén egy rajz- és tartalomkészítési pályázatot is meghirdettek általános és középiskolások számára, amelyen a legtöbb pályaművet a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola diákjai nyújtották be, elnyerve a kategória díjat. Az erőművek éjszakája már a több mint 60 létesítményre terjedt ki, köztük erőművekre, szennyvíztisztítókra, vízművekre, víztornyokra és hulladékhasznosítókra is. A program az idén közel 7000 érdeklődőt vonzott.